another visitor. Stay a while. Stay forever. Varázspárbaj óra és a mókás professzor külön feladata. Na most ugyanaz, de Nvidia Display konténer bekapcsolva. Hopp. Most már szerintem eljutok órára. Hey-hú, kirakott a kiskertbe. No, egy kis szüttyögés. Most már tényleg elmegyek órára. Csak szépen kivárjuk a menüt. Semmi nincs, úgyhogy térkép. Hol a térkép, baby? Ott. Yeah. Majd de szép háromdimenziós a kis tested. Szóval nekem oda kell eljutni, abba a szányba, és ahhoz a legközelebb ez van. Egyébként így belegondolva a dologba, Hufflepuff leginkább szuszmogónak lehetne fordítani. Na most milyen sztoriban vannak szuszmogó nevezetű helyek mesékben? Van-e itt a lépcső? Nem nyitlak ki. De hát én ott lakom. Mi van abban? Semmi, csak fönn van az emeleten. Oké, mert a Charmshoz teleportáltam. Ez a büntetésem, és ott van egy ellentebb. Pum-pum-pum-pum, sötét mágia ellen védő mágia megtanulása. Na most már elegem van nekem is a bóklászásból. Menjünk szépen le a főcsarnokba, azt hiszem itt. Szép a textúrát, baby. És akkor, hogyha itt lemászok. Őróluk miért nincsen semmi? Revelás, Revelio. Nagyon szép szerint játszanak, kivádom. Egyébként közben helyragasztottam magam, ez meg itt a spagetti evő szimbóluma, vagy a szőrös nyelvűeké, nem tudom. Ezt idefelé láttam. Jaj, nem, most meg fölöttem van. Oké. Megvan ez, na. Jó van, már szemeznek velem. Elnézést, hogy késtem. Szép a textúrád. Talán arra jobban néz ki. Hát akkor most órázzuk a homokot, homokjuk az órát, én meg szellemképesen itt ingok, hogy ne legyen a kép tökéletes. Ajaj, mit akartok a hátammal? Ne csináljátok, jaj! Ja, jó. Hogy a pálca nyitja az állat, oké. Ne ürítsétek egymást. Ez az. Nagyi. Lehet, hogy ő is bozorkán. Na igen, tehát 1800-as években vagyunk, még a pottyár előtt. Nagy harcos volt. Tudás. Érte túl a dolgokat. Hol keveset számít. Haláltól mentette meg a sötét varázslók által. A levitáció. Ráadásul a téma is könnyebben kihullik a nadrágjából. Miért öltöztél vámpírnak? Egér. Körcsög. Szöcske. Oké, toll. Jó. És most betölti. Be fogja tölteni. Nem soká be fogja tölteni, igen. Na akkor fityegtessük meg a pálcát ilyen fura betű irányba. És mielőtt a piros feledés utolért volna, már el is varázsoltuk a toll lebegtetést. Yeah, ez egy békés óra lesz. Elefánt? Málna? Automata bábú. No. Meghívlak a lakás átrendezős bulira. Na jó. Tehát... Ha mindkét torkomat használom a beszédhez, akkor ilyen... Let us begin with a basic cast. See how the die deflected your cast. This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprised opponent is a weak opponent. De most mondtuk el neki. Pruitt so artfully helped me demonstrate earlier. Well done. Good. Now, well done. Jó, elnézést, oké. Nos? Very good, but the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists take your looks. El vagyok. Oké. What? Basic cast and Protego. You may begin. This should be easy. There you go. Let's move on. Complicate things. This can't be your first duel. Let's just say I'm a quick learner. All of my students were this adept. I do enjoy my duel. Use the basic cast when your guard is down. Ja, hogy nyertem? Igen? Yeah. Ebben jobb vagyok, mint a golyó húzgálás. Ó, köszönöm. You give as good as you get. I put you on the spot and you rose to the challenge. Points to Hufflepuff. Oh, köszönöm. Glad to have the opportunity to practice. Aranyos pontot adott a hörcsögöknek. We can expect great things from you. I demand excellence from my students. Aha, tökéletességet kíván. És el is tudjuk érni, és el is kell érnünk. Gondolom, túl akarjuk élni. Aha. Osztályba harcolni más, mint a sütést a varázslókkal. Aha. Értem, tehát az kicsit komplikáltabb. Hogy gyakorolni fogok? Jó, köszönöm. Köszönöm. Nagyszerű. Alig várom őket. Kezi csókolom. Hey. All right, that's enough spectacle for one day. Class is just dismissed. The first. I'd hate to face Professor Hedlund. Hello. Nice work. Köszi. Na, áldogáljunk egy kicsit ilyen zavartan, és akkor majd így, majd elkezdjük valamikor. I enjoyed that. That duel was quite something. Te is elveszted. It was certainly good practice. Aha, jó gyakorlás. It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way. Útvonalban még nem voltak az ember ilyen tárca. Then again, perhaps this wasn't your first duel. Nem használtam még csatában igazán. In fact, it was. Perhaps I have a knack for it. Be cold if you like, but I know better. Magic requires intention and talent. Szándék és tehetség kell a mágiához. Be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Harcosok klubja. Érdekes. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. Meghívásos. És nem tudok róla. You're going to need to break the rules now and then. Okay. Whether it's joining a secret dueling club. A korlátozott részében a könyvtárnak ott a ládákhoz. Igen, hát nem kell elkapni. Köszönöm. Aha. Meglátjuk, hogy szerencse volt, vagy skill. Ja. Meglátjuk, köszi. Jó szórakozásnak tűnik. Na, ez könnyebb óra volt, mint a csán. Csőváz? Kezi csókolom a strébereknek kiáró extra assignmentért. Tényleg ez a véleményed a seprikről? Nagyon érdekes. Aha. Értem. Dehogy is, tök jó ilyen kulcsosan. Na mindegy, nem akar velem beszélgetni. Hát itt nincsenek additional assignmentek, de valami Csilingelt. Valami gyanúsan csilingel a környéken, ott bent vannak szegény rabládák. Ki kell őket szabadítanom. A sztoriát is elmondta, remélem ti figyeltetek. De ez csak egy vivernek tűnik, mert melső lábai helyett szárnyai vannak. Minden esetre érdekesen néz ki. Hogyha a vivernek a pikkelye kemény és ilyen vékonyak a csontjai, akkor így, mint egy tömlőben így úgy válódik, hogyha megütik a húsa. No, minden esetre meguntam az okos karcsika ruhát, ezt direkt csak erre a tanórára vettem föl. Ó, valami történt a questtel. Ó, igen! Igen... Ó, Lost Supplies. Eljuthatnék a faluba? Eljuthatnék a faluba. Az igen, nem kell szavazni. Tehát találkozunk Wesley professzorral ott, ahova utunk vezet. És hova vezet az utunk? Arázsolunk egyet, arra megy a kis pillangász. Pillangászkodjunk. Jó ide rettegek, hogy mi vár a faluban. Mármint így Frame 4 technológiailag. Na most, hogyha arra van... Nem kedvelik egymást. Vagy engem, de azzal nem törődünk, mert vidám csávók vagyunk. Igen, ez a mágikus egér, erre emlékszem. Igen, ott van elvileg egy... homokóra. Látjátok, ott a homokóra. Szerintem, hogyha addig átöltözök, az úgy rendben van. Rendben van. Oké, akkor hallgatok rám. Tehát gír. Pedig egyedi volt ez, csak ez a karcsika kinézet. És most hát milyen esélyén vannak? Turbán. Ez valami modern technósánka. Ez ugyanaz más patternnel, mondjuk. Ja. Menjünk be a varázsló sztályba, mit tudunk annak érdekébe tenni. Varázslósan nézzünk ki. Mondjuk őt annyira nem szívesen változtatom meg. Maradjunk nála. Vagy várjunk, csak itt van ez a nagyon csúnya lila nyakkendős. Ó, nincsen rajta lila nyakkendő, akkor ez volt. Jóság. Köpeny, igen. Nem, F-fel. Föpeny. Van ilyenünk. Ja, ez úgy állat. Tehát ha már varázsló vagyok, úgyis a... Na, faluba készülök. F-et nyomtam. Ez jó. Ez megfelelő. Szemüveget meglássuk, kesztyű, igen, ez lényeges része. Az adtája örömnek, úgyhogy legyen ilyen technokesztyű, vagy mi a tökömezés ez. Ez ugyanaz pirosban, nem? Ez jobban megy oda. Vagy esetleg csak simán ez. Nem, az majd a következő. Attire-höz. És hát itt, igen, elég varázslósan nézünk ki. Öltözünk varázslónak, hogyha a faluba készülünk. Legalább majd a hátam mögött körberöhögnek, hogy jelmezbe jöttem, és addig az ajtó is kinyílt. Prima. Ó, és milyen aranyosan lebeg a kis köpenyem, a nem tudom, szoknyám vagy mi maradt. Oké. Mi? Hogy itt? Itt kell elkezdenem a questet, akkor itt elkezdem, jó? Jó, elkezdem itt a questet, én így a questet. Hogy elkezdjem? Na jól lehet, hogy ide kell bemenni. Ahó, elkezdeném a questet. Valaki... most már lőtt a gomb. Osztály utáni találkozás a tanárnővel, hol lehet? Mert itt nem van. Na végre. What about the room, Professor? I was thinking the same thing. Perhaps you could help. Oh, excuse Dick. Ügyi. There you are. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professor Professor Fig taught you quite a bit during your brief detour near... What was it you said? Some ruins? I'd wager there's a good deal more to your troubles here than what you've told me. Igen. Nem mondott professzor Fig semmit? Fig professzor? Persze előtt a jelentőséget nyílt, és... Aha, nem igazán szeret beszélni róla. Aha, Reveliót és Lumoszt tanította meg, igen. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress. Nagyszerű, köszönöm, igen. Professor Ronan is mesélt róla. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily. Nagyszerű, ott vár kint. Oké. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on the way here, including seeds, potion recipes. Visszaszerezték a holmimat, amit megevett a sárkány. And Mr. Ollivander, Magnyot vajon megette? Új pálca! Aha, kölcsönpálcát kaptam, de igazán majd a saját pálcázza majd. Wow. Hallottam erről a spellcraftról, az micsoda? Na, erre pont az ellenkezőt mondja. Is a recipe of sorts used when conjuring objects. I shall explain more about them when you begin working with transfiguration. Jó, akkor azt az órát azt figyelni fogom, oké? És ez a potion volt? Can you tell me more about the potion shop, Professor? J. Pippen's Potions stocks a wide array of hozzávalók. Recepteket ritkábban árul. Professor Sharp asked that they have a couple of particular recipes on hand. Egy pár receptet adnak, oké. És egy valódi Ollivander van itt a mágikus faluban? Disznótápa falu neve. Szerencsések vagyunk, hogy a közelben van. Nagyon megbízik benne. Köszönöm szépen, és azt is, hogy kérte ide után a támogatásomat, mert különben nem tudnám megköszönni. Na, megyek. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Hogy egy társammal együtt menjek. I've noticed you spending time with them. Sayonai. Hát találkoztam vele, de Sebastian valószínűleg igen. I'd like to go with Sebastian. Glad to hear it. Mr. Sallow is a capable young wizard, and he knows the area. He'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables. Rookwood? A rather unsavory local, as to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. Jó, tehát az assignment után már mentünk is falura. Juhé, ne vesztegessük az időt. Na. Rendítsek. Hú, basszus, a tanárnő más ruhába látott. Na mindegy. Szeretem olyan szellős kis ruha. Tehát itt fogok találkozni kint. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Aha, tehát vannak olyan questek, amik spellek mögé vannak gételve. Jó, köszi. Bent csak annyit akartam mondani, hogy a Warthog az a varacskos disznó, ez Hogwarts. A Hogsmeade az pedig disznótáp. Vagy disznósör esetleg. Ja, itt elfelejtettem, hogy nem mindenhol van kiárat. Tanárnő, jövök, assignmentet akarok, juhé! Tanárnő? Tanár úr, jövök, igen! Hello! Kicsit kevertem a... Igen, itt vagyok, és a hónajadat nézem közelről, mert már nem tudok arrébb menni. Ne hónalj azon előttem, professzor, kérem! Köszönöm. Egy érdekes írge. Ő tanít meg a szerelésre! Jaj, de jó! Igen, ebből megélhetnék. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few. Mindenki tanít még nekem valamit, de csináljak egy gyakorlásképp egy feladatot. Jó. Oké. Mindenképpen. Rendben, és mi a, tehát a magyarázat emögött micsoda? Why must I first complete tasks to learn Repero? No lesson or lecture can compare to first-hand experience. A tapasztalat többet segít, mint a tanóra. Such experience is invaluable when mastering any new bit of magic. És ez jól jössz. Rendben. I'll start on the task right away, Professor. Jó. Mi az assignment? Gyűjtsük össze a repülő papírokat. Hallom, hogy itt valami papír röpköd egyébként. Csatogtatja magát kívánatosan. Sajnos a papír meglátása az már egy olyan dolog, melyhez nem kerülök közelebb szerénylátószervem által. Ó, ott van. Látlak. Most már látlak. Négyes. Egy. Oké. És a Dark Arts. Ó, akkor legalább tudom, hogy milyennek a helynek a neve, Dark Arts Tower, de hát itt nem lehet bemenni. Be van falazva. Na most mit tegyek? Megyek, megkérdezem a professzort. Csak előbb kinézek ide. Ú, ez lesz a Repero. Oké. Akkor nézek ki. Sziasztok! Na. Figyelek. Oké, nem figyelek. Itt mi? Ja, hogy ez a... Ó, hogy Dark Arts. Igen, ott van. Nem Revelio 4-es. Na, ez az. Fik. Mondjuk a Revelio is jó, de ez jobb. Nos. Készen állok a Reperóra, mester. Van nálam könyv, de már nincs. Meg varázspálca. Nem ám. Ne, az orromban ne dugd fel, kérlek. Ne gondold meg, ne. Jó. Vezényel. Megint van itt valahol egy papír. Igen. Nagyszerű, csodálatos. Köszönöm. Még az alapvarázslatokat tudom, csak de... Egyfajtán a dicsérnek. Erőteljesen kaszaboljam a levegőt, azt mondja. Aha, tehát az én mágiámnak a... nem tudom én milyen csatornája. Azt hittetek, hogy megleptek az F-fel, mi? Repero. Arriba. Nos, lebegtetés. 4-es, 3-as, próbálom memorizálni. És varázsol, és a varázslatából. Ő szerelte meg, amit szétlőttem, de rendes tőle. Jó. Ez bizonyára nagyon érdekes. Aha, köszönöm. Megszereltek valamit? Igen, láttam, igen. Flöjt. Aha, valaki, aki féltékeny volt. Az a neve a szobornak, hogy amikor összetörik a szív. Nem tudok beugrani, mi? Mit láthat a szobor? Tudom, hogy Nani megnézte. Ó, szegénykém, hát nem örül. És az ott mi? Hello? Te miért világítasz? Te azért világítasz, mert mondjuk... És igen. Szintlépés hegyek. 2 millió hitponttal fogok az első csatámba kerülni. Jó, nagyon jó, kiváló. Megint megtaláltam a zsákutcát, ezt a helyet ugyanis szeretem. Igen, és én hallok itt még egy papírtitka hírnyászik valahol. Csak nem látom. Hopp. Idegesítő hangja van. Nézzük. Revelio, ezért hallottam én ezt. Sítj, na nézzük. Ez a Viverna, aminek a csontvázát láttuk az előbb. Forrása. Igen. Relaxáló hely, így szoktunk üldögélni, gyerekek. Gyanús közepesek. Ez nem a váj vivernye, amit az a lovag ölt meg, aki ezt terjeszti róla. Oké. Nem, ez egy aranyos viver, ráadásul van 4 lába, tehát ő meg sárkány. De mi? Te csinálod a papírlebegtetés hangot? Igen. Van. Megmutatja, hogy van ilyen hang. Na, és akkor és akkor most. És most akkor. Na, ez a megfelelő. Amíg itt pampogok, addig legalább bejön. Tehát collections. Jó a textúrád, mondani akartam, de már ugrottál. Mi a csöcs? Azt mondja, hogy van itt egy collection-öm. Ő. Ja, Viverna. Aha, aha, aha. One D check. És itt is van valami. Bármi is legyen, de világít. Itt. Aha, ez az új. Hát új sálért annyira nem hajtok. Mondjuk ez a Half-Frame Spectacles Relationship Quest, ilyen is van benne. Tehát hajón megyünk közösen valahová. De jó. Na. És mert gyanakvó kis köcsög vagyok, ezért csinálok még egy szévet, kíváncsi vagyok, hogy csak ennyi szép slot van-e, vagy ez így bővülni fog, most még 50, jegyezzétek meg helyettem, kérlek. Köszönöm. Egyébként kicsit idegesít ez a ruha, az a helyzet. Jaj, és... Jó, lehet, hogy ez azt jelzett, tényleg vissza kéne öltöznöm normálba. És annyira koncentrálok az öltözésre, hogy a crest, köszönöm, hogy villogsz. Jó, hát a crosswandot tudnám megcsinálni. Ennyi. Ja igen, a motosra rájöttem. Jó, akkor menjünk, mert ott el tudom adni a sok kakit, és végre elkezdhetek ládákat nyitogatni. Oda második szinten kéne mennem, ahogy látom, én 6. szintű vagyok, pedig csak egy kicsit körülnéztem. Ergo, logikus következtetés, körülnézni jó, és az is logikus, ugyebár, miért világít a lábam alatta? Hát tudjátok, hogy mi. Hogy akkor tényleg öltözünk inkább vissza, mert ez nem tudom, ez olyan, nem annyira olyan, mint amit, na mindegy. Tehát a legjobb sapi a cilinder, nyilvánvaló. Akkor a lilis köpenyek közül csak érdekel-e bármelyik szabású hálóing engemet, hát ez még egy kicsit elfogadhatóbb. Ez jól néz ki, hogyha nem egy steppet takaróból csinálták volna, bár akkoriban biztos volt. Ez pedig ugye a szokványos köpeny, hát próbáljuk meg ezt. És akkor a mini topánt is levetném. Az ugye a ruházatban található, csak nem így, hanem így. És akkor a mini topán helyett a kedvenc inges nadrágos akármi, nagyszerű. Hát bakker, már majdnem jó is vagyok. Oké. Okay. Mindig nézem, hogy ilyen mit nyomjak, mert nem áll kézre az eszkép. Fészver. Solar Protection. Hexagonal ezüst, igen. Legnormálisabb szemüveg. Jó, és akkor a sále esetlegesen, hogy megbontsa. Ezt az egészet. Hát... Ja, tavasz van, kicsit hüvi, jól jön a sál, kb. Olyan jó nálunk, mint a törölköző a Galaxis Utiklaus Toposoknak című könyvben, filmben egyéb, és már megint világít a balherém. Miért? Miért világít a balherém? Zsing, arra megy a pillangó. 3-at tojt a fürjecske, a fürjecske, 4-et tojt a fürjecske, a fürj, Ahhoz, az így mégiscsak jobban nézek, 9 típankos, nem? És valamiért villogok. De hogy miért? Éppen amikor valami mást akarok csinálni, addigra jön be. Oh, hello. Lépjünk szintet még egy párat, mielőtt eljutunk. Megszereltem, jó, nem akartam, nem, elnézést, rosszul tartom a varázspálcát. Valami csinget. Jó, hogy ennyire megyek oda az ajtóig, és már mehetünk is, mi? Aha, egyébként itt van a cilinder a bagoly mögött. Jó, tehát az lenne a kiárat, de hát, nézzük meg, hát ha mégiscsak egy kissé kibővíthetem az élményeimet. Például ez mi? Ez úgy néz ki, mint Mordor kapuja. És mögötte itt van... Ó, hello? Ez mi? Ja. Igen. Ezek ilyen üvegházak. Aha. De jó. Revelio. Csinget hallottam, de szép. Ó. Oh. Na például ez sem volt szokványos családi szokás. Természet szeretete. Wow. Oké. Okay. És nézzétek, ide be van építve egy kis patak. Imádom ezt a helyet, ez micsoda? Hova vezet például a patak? Másik kis túlzás. Nagyon szépen be van rendezve. Wow. Tudom, hogy találkoznom kéne Sebastiannal a bejáratnál, de ez annyira jól néz ki. Olyan feng shui is, vagy milyen? Greenhouses. Ott van egy zár. És itt? Ó! Wow! Jó napot! Lepke. Ó, az a kés, az nem szép látvány, de láthatóan... Ó. Oh. Igen. Ó, oh. Fokhagymának hívják. Aha. Ó. Oh. Bogyókat küldött valakinek. Eleanor Everreinnek. Aha. Aha. Aha, bármi, amit termeszt. Fokhagyma, bárki is legyen ő. Jó minőségű. Igen. Lenóra nagyon kedveli őt, ő valószínűleg egy osztálytársam lesz. Mint az összes tanítványod, ebben biztos vagyok. Hát, milyen kedves levelet írt neki. Szép napot! Ja. Há, innen szokott biztos előadást tartani. Wow! Nagyon szép hely. Itt is lesz olyan órám? Oh, ott is. Nem bíznak az emberben. Mindenhol lakatot tesznek. Borzasztó, borzasztó. Hát, hogyha esetleg szükség van bárminek a megszerelésére. De nem. Ja, ő is milyen kis barátságos növény, nem? Hmm. Arcmasszázs levelei vannak. És ez itt. Nézzétek. Van egy átjáró egy másik helyre. És ott még följebb. Nem egyszerű egyébként az interiőr, mint olyan. Oda is át lehet menni, és akkor... Wow! Akartok velem kirándulni a növényházban? Itt szerintem már voltam. Heh. Ja. Revelio? Nem Revelio? Nem. Most már majd csak ki kell innen találnom valahogy valamit. Valamikor, valakinek valamiért. Mert hogy hol jöttem be, vagy várjunk csak, van nekem ez a field guide-om. Merre repültél? Nem látlak, ja, ott vagy. Homokora? Nem. Jaj, mert ez még mindig ez a hely. Ó, hát nem tudom, ki csinálta ezt a szárnyat, de igen, tehát úgy, jó, oda már le sem merek menni. Abba az irányba. Na. Move. Oké. Okay. Én Istenem, jó Istenem, ne lagoljunk a faluban. Ja jó, még messzebb van ez a hely. Jó van, el vagy. Revelio. Semmi különös. Revelio. Nem. Esetleg. Nem. Ja. Well, erre még nem jártam. Hello, nagy... Revelio. Does Professor Black have children of his own? Csingel, nagyon csingel valami. Já, itt van az a hülye házi szellem. Itt nincsen véletlenül. Hello. Ó, ez tőlünk van. Aha, ő már rendesebb szakállat visel. Ő ki lehetett egy lich. Nem, elnézést, nem akarom leszedni önt onnan. Ó, hello. Hát jó, legyen. Aha, ott láttam valamiket. Ezzel van az ajtó. Harangok. Á, köszi. Még egy kicsi a szintlépésemhez. A három húg, vagy három nővér harangjai. Aha, amikor itt megkongatják, akkor az eredeti helyükön kong, ott jön ki a hang. A helyiek meglepődve állnak emögött a hallás technológiai tapasztalat mögött. Mire vigyáznak itt ennyire? Na, már nem lehet, hogy arra megyünk. Egy kicsit még körülnézek, hát össze tudok hozni egy szintlépést. Ó, igen. Igen, baby. Goblin Artifakt. Aha. 1612-es goblin lázadás. Hát miért nem lehet nem elnyomni őket, mondjuk? Igen. Ha. Tehát itt van valahol... Á, igen! Tehát ezt a varázslók idegesítésére használták a goblinok, és egy kocsma mögött találták meg, úgyhogy egy egész sajt bele volt tuszkolva. Mondanom se kell, hogy szegény sajt. Nem? Nem, az ott lentebb van. Oda nem megyek. De viszont... Ó, oh, milyen örömmel játszik, köszönöm szépen. Ez a zenefal lenne. Jó, hát itt föl lehetne még menni, de azért Sebastian csak olyan sokáig váratni. Maximum ide vagyok hajlandó még benézni. Hát egy gyors papír vagy egyéb dolog kisegít, de basszus, ez a szárny, ez nekem teljesen ismeretlen. Ez például egy újfajta maszk. Minek van ez a suttogós hangja? Ó, föl. Ja, hogy ez is egy ilyen, csak sárkányosan. Oké, hát ez valami hely itt. Az ott esetleg talán még Revelio. Nem, viszont őt még talán megtalálhatom. Egy nagy hármas ablak mellett van egy, hát talán Sphinx balra és egy növény. Nagy hármas ablak. Itt kettes ablakok vannak. Pom-pom-pom, na jó, ezt az egyet még, de utána már. Ja, jó, te vagy az. Figyeltem, hogy mi ez a hang. Itt vannak hármas ablakok. De nincsen Sphinx. És növény sincsen sajnos. Á, ő meg dobol. Ezt se tudom, hogy kell kinyitni. Revelio. Aha, ez ilyen kígyós hely. Lehet, hogy itt is valamilyen óra lesz majd. Nem, ő is dobol. Hangszeróra. Lehet, hogy van valami hangszer. Mágia. Á! Jó, énekes békák! Hat szólamban énekelnek. Ügyes. Jó fejek. Ja, jó, ez ilyen látványláda. Mi ez a hely? Revelio. Ja igen, az a láda, de ez a láda, ez szemtelen. Mi ez a hely? Igen, és itt lejöttem a fenébe, és ugyanott vagyok, ahol elindultam. Ó, yes. Oké. Jó, mondjuk lehet, hogy ez azt jelenti, hogy talán mondjuk netán. Esetleg. Ha lehetne, bocsáss meg, kérlek. Megvárom, amíg betöltödik az arcod. Nem, megvárom, amíg betöltödik az arcod. Jó, ott láttam ám. Revelio. És átjön a kis testemen. Ez micsoda? Vízipipa. Törött seprű. Aha. Szelene Vartnavi tulajdona volt. És miután a kísérleti seprűjavító dolgát be akarta mutatni a többi harmadévesnek. Azt nem tudjuk, hogy sikeres volt-e. Hát érdekes. Minden esetre nagyon érdekes. Oké. Az meg mi, az a szerencsétlen? Mi ez? Mi? Ilyen nem lehet. Mi történt veled? Ja, jó, látom. És van hozzá ribillidos papír. Oké. Kilapított páncél. Sir Skuggletorp, a megfontolatlan páncélja, aki kihívott egy hegyi trollt zenészékek játékra, amikor abba marad a zene, akkor valaki leül. Hát igen, ő nyert. Oké. Jó, bocsáss meg, nem akartalak föltartani, csak az arcod nem töltödött be. Most nézegessünk egy kicsit, már mozdulni nem tudok. Jé, most látom, hogy koponyák vannak a kabátomon. My new charge. Rám vagyok bízva. Jó. Először mennék oda. Amióta megjöttem, itt bóklászok. Remélem a framerate is támogat ebbe. Önellátó kis falu, mindent megtalálunk, ami kellhet. Menjünk?